Balczó András háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok, minden idők legjobb öttusázója Magyarországon, a nemzet sportolója, feleségével, Császár Mónikával él budakeszi házukban. Balczó András 1938-ban született Kondoroson. 16 évesen Nyíregyházán kezdett el sportolni atlétaként. A tehetséges fiatal 17 éves korában került a fővárosba, ahol a Csepel Sportklub öttusázója lett. Két évvel később már országos bajnok, válogatott öttusázó, 1959-ben világbajnoki második helyezett. Világbajnoki címet összesen 10-szer nyert. 1963-ban, 65-ben, 66-ban, 67-ben és 69-ben egyéniben szerzett elsőséget. Első olimpiai aranyérmét 1960-ban nyerte Rómában, a magyar csapat tagjaként, ahogyan 1968-ban Mexikóban is. 1966-ban, 69-ben és 70-ben is az év sportolójának választották Magyarországon. Az 1972-es müncheni olimpián egyéni bajnokságot nyert. Mindemellett 14-szeres magyar bajnok öttusában, 8-szor egyéniben, 6-szor csapatban és egyszeres magyar bajnok párbaj törvívásban is. 1973-ban visszavonult. Kósa Ferenc küldetés című Balczó Andrásról szóló portréfilmjét 1976-ban mutatták be a mozik. Acél György, a Kádár éra fő ideológusa, a támogatott, tűrt, tiltott kategóriák közül az utóbbiba sorolta a filmet kemény rendszerellenes tartalma miatt, ezért 3 hét után levették a műsorról. Balczó András a nemzet sorsáért nyíltan felelősséget vállaló magatartása miatt a politikai rendszer ellenségének számított, sportvezetői karrierje elé akadályokat gördítettek. A világ első számú, mindmáig legsikeresebb öttusázója 10 éven át abban reménykedett, hogy felkérik a szövetségi kapitányi poszt betöltésére, és addig, hogy az öttusasport közelében maradhasson, az öttusa istálló belovaglója volt az országos lótenyésztési felügyelőségnél nagyon alacsony fizetésért. Mindeközben vívó szakedző, öttusa szakedző diplomát szerzett a testnevelési főiskolán, így a magyar öttusasport irányításához szükséges minden képzéssel rendelkezett, azonban a remélt felkérés mégsem történt meg. 1983 óta szellemi szabad foglalkozású, Magyarországon és külföldön tartott előadásokat több mint 2000 alkalommal Mi végre vagyunk a világon, illetve Sport, politika, hit címmel. 2005-ben a Kairosz kiadónál Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség címmel jelent meg a könyve, melyben Kocsis Elmihállyal beszélget. 2009-től a Debreceni Oxigén Kupa erdei futóversenysorozat fővédnöke. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 1996-ban Magyar Örökség díjjal, 2001-ben a Magyar Olimpiai Bizottság érdemérmével tüntették ki. Ugyanebben az évben Csík Ferenc díjat kapott, majd 2004-től a nemzet sportolója. 2011-ben Budapest díszpolgára, majd 2018-ban a Magyar Sport Újságírók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság életműdíjjal ismerte el a munkásságát. Balczó Andrásné, Császár Mónika élvonalbeli magyar tornász 1954-ben született Budapesten. Már 10 évesen, 1964-től a Vasas Sportegyesület, 1968-tól a Budapesti Postás Egyesület tagja. A müncheni 1972-es olimpián csapatban 3. helyezést ért el, gerendán 4. helyezett, és egyéni összetettben 14. lett. Az 1970-73-as londoni Európa-bajnokságon gerendán és felemás korláton 4., egyéni összetettben 7. helyezést ért el. Ebben az évben az év ifjúsági sportolójának választották.
Az 1974-es Várnai világbajnokságon csapatban harmadik lett. 1974-ben kezdte meg az egyetemet programozó matematikus szakon. 1975-ben befejezte sportolói pályafutását, ugyanebben az évben Balcó Andrással kötöttek házasságot, és 12 gyermekük született, 6 fiú és 6 lány. ...34 éve élnek Budakeszin. A házaspár segítette a rendszerváltás követően alapított Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumot, kiemelt tiszteletet tanúsítva az iskola és a pedagógusok iránt. Balcó András nem egyéni célokra fordította hírnevét, ez számára csupán eszköz volt a nemzeti, keresztény értékek képviselete során az összmagyarság érdekében. És mindez túlnyomó részt azokban az évtizedekben, amikor ezeket az értékeket nemhogy közéletileg képviselni, de még megemlíteni sem szabadott. Elhivatott szolgálatuk, a nemzet sorsáért felelősséget vállaló magatartásuk révén váltak követendő példává szűkebb közösségünk, Budakeszi, valamint Magyarország lakossága számára is. Érthetetlenek tűnik ennyi dicséret után. Azt mondom, hogy bármilyen teljesítménye van valakinek, nincsen önérdeme benne. Tehát nagy kérdőjelek most megjelenek. Ugyanis az Isten azt mondja magáról, a dicsőséget senkivel meg nem osztom. Tehát ha én magamnak tulajdonítok 1%-ot, az érdemből, az Istent lopom meg, pedig már én nem tehettem meg vele, akitől olyan sok jót kaptam, mint például most ez a óriás kitüntetés. Talán mondhatom azt, hogy a 10-valahány éves koromban az volt az érzésem visszanézve, hogy a Jóisten kinyitotta számomra az áldás csapot. Aztán elszólították, elment, de nyitva felejtette az áldáscsapot. Egy idő után visszajött a Jóisten, és ahelyett, hogy elzárta volna, még jobban kinyitotta az áldáscsapot. Úgyhogy értem Pál apostolnak a gondolatát, mit van, amit nem kaptál, és ha kaptad, miért dicsekszel vele. Ámen.